Kiskanizsára látogatott a Hévíz labdarúgó csapata a bajnokság negyedik fordulójában, a horvát még Kiskanizsa otthonába. Vasárnap délelőtt rendezték a találkozót, s talán a korai időpont tette, de a nézők hiába vártak hatalmas iramot vagy átlag feletti színvonalat. Az első gólra a 19. percig várt a nézősereg, akkor Török nagyon-nagyon távoli szabadrugását benézte a hazai védelem és az amúgy remekül védő Parragi is. A labda 35 méterről jutott a hazai kapuba. Az első félidő utolsó harmadára érkezett a pályára a Hévíz az öltözőből, ekkortól került fölénybe a hazaiakkal szemben. A széttöredezett játékban nem kis szerepe volt a túlzottan gyakran felharsanó játékvezetői sípnak is, bár a csapatok sem a színvonal vagy a szervezettség felől közelítették a játékot. A második félidőben a Hévíz sokkal határozottabban kezdett, fölénybe is került, melyet az 54. percben Vas György váltott gólra. 4 perc múlva némileg váratlanul egyenlített a Kiskanizsa, Ruzsik kapott sárga lapot, és az eset miatt megítélt szabadrugást a 16-os vonaláról Pics László varázsolta mesterien a vendégkapuba. 2-1. A hazaiak nem tudtak élni a szépítés lélektani előnyével, sőt, a 73. percben Horváth Mário a mérkőzésen ritkán látható szép támadás után rúgta be a Hévíz harmadik gólját. Sem a színvonal, sem a küzdelem nem mozgatott hegyeket a mérkőzésen. Emlékeinkben talán csak az eredmény marad meg. Horváth még Kiskanizsa, Hévízeská, 1-3.